Vajdahunyadról délfelé haladva, kinyílik a vizsgálódó előtt egy földi kis paradicsom. Gyönyörű tárhely, 9-10 német mértföld hosszúságú, másfél mértföld szélességű egyenesség, legbővebb termésű földekkel, számos egészséges és nagy hasznot hajtó, kifogyhatatlan sebes patakokkal megáldatva a természettől, láncszem módjára összefűzött hegyekkel környékeztetve, azon észrevétellel, hogy Oláország felől mint egy mászhatatlan havasbércek kerítik. Így írt Dálnoki Márton tisztartó a Hátszegi medencéről 1824-ben tekintetes Kovács János úrhoz, Arad vármegye Alispánjához címzett levelében. Dél-erdélyi barangolásaink évadzáró epizódjában elkísérjük Böjte Csaba ferences szerzetest ebbe az aranyos szegelletbe, ahol felkeressük egy ősi kúria tulajdonosát, majd betérünk az őrajja boldogfalvi templomba, keresztes vitézek egykori szentélyébe. Végül tovább megyünk a Zsil völgyébe, Petrozsény városába, ahol Csaba testvér 2005-ben megalapította a Jézus Szíve Gyermekvédelmi Központot. Óriási élmény, hogy főleg a magyar turisták utóbbi években kezdik felfedezni Dél-Erdélyt, mert egyet tudtak bejönni Nagylaknál vagy Borsnál, Székelyföld. És most fokozatosan felfedezik, hogy olyan magyar érdekeltségű műemlékek vannak, amit okvetlenül meg kell nézni. Hátszegi medencébe szinte minden faluba volt egy-egy szép kuria, egy-egy nagy család. 1910-es évben itt Pestényben is több mint fele a lakosságnak magyar volt. Olyan nevű jó magyarok laktak itt, mint csegeziek, szakácsok, fiátok, szabók. Szomorú tény, tavaly előtt halt meg az utolsó tőzsgyökeres magyar ember, Csegezi Árpi bácsi. A templom is bizonyítja, hogy itt egy komoly magyar közösség volt. Édesapám ide nősült, Lóháton jött udvarolni, ide Nagypestényben, és egy ilyen szép októberi napon itt a ház sarkán megfogta édesanyámnak a kezét, és azt mondta, te Márta, akarod, hogy egy életen keresztül együtt örüljünk ennek a csodának? Ez az esemény itt történt a ház sarkán. Kellett legalább 10 év pereskedés, míg visszakaptad, és hát persze egy teljesen kibelezett épület volt. Ez egy ősrégi magyar épület, ami nem csak a családi hagyomány megőrzője, hanem valamikor e vidéken élt magyarságnak a itt létéről beszél. Reménytelen volt itt a hátszegi magyarság sorsa, és lám-lám, te csodát tudtál itt tenni, kitartással. Kitartás, egy nagy szellemi és anyagi befektetés is van ebbe, és a drága kis feleségemnek a hozzáállása, hogy értékének megfelelően berendezni, és minden bútor darabnak megvan a története. Vannak beépített dolgok is itten? Igen. Nagyapám itt tartotta a minőségi pálinkát, amit saját maga főzetett ki, és ezt újra csináltuk, de ez annyira maszkírozva volt, hogy arról senki se tudott, hogy itt van egy ilyen. Innen ez a csodálatos kilátás a hegyekre, a déli napsütés, és hogy említettem a szüleimet, ez a fénykép őket örökíti meg, és nem valószínűleg látod, drága atya, hogy ott van az arcukra van írva a szenvedély, a természet szeretet, a egymáshoz való tartozás. Az arcokat nézi az ember, nem is gondolja azt, hogy mennyi nehézségen ment keresztül az ő generációjuk. Tudnak örvendeni. Igen. És igazából a lényeg az megmaradt. Gyönyörű természet, a drága fiúk. Hát, hogy mondjam, miért ne lettek volna boldogak? Két kis unokám van, Németországban élnek, és velük akarom tudatosítani, hogy a gyökereink itt vannak. És hogy éljék ezt át, hogy
haza kell jönni és tovább vinni. Ha nevet kéne adni ennek a háznak, azt mondanám, a Remény háza. És neked azt mondanám, Remény emberem. És adja az Isten tényleg, hogy hát lépésről lépésre ezt a kis szigetet, vagy ezt az oázist, ezt a magyar oázist Hátszeg vidékén is meg tud őrizni. Német, olasz, más atyafiak eljönnek és vásárolnak itten régi kúriákat, épületeket. Hát akkor mi a sajátunkat miért tudnánk felpártolni, magunkénak érezni? Jó Isten, hallgasson meg, drága atya, ez jól lenne. Egyelőre én azt konstatálom, hogy jövögetnek főleg fiatalabb generáció, és egyelőre azon csodálkoznak el, hogy ez valamikor a miénk volt. Mármint a magyarok él, hogy ezek a hegyek a miénk voltak. A Balaton, hát az enyém, hát persze az enyém, oda meg fürdök. Persze. Retyezált az övéké, hát oda meg sízik rajta. Persze. Merjük magunkénak érezni, merjünk otthont teremteni. Igen. Itt ezen a földön. Jó Isten, hallgasson meg, drága atya is. Na hát, azt kívánok. Látogatásod nagy élmény volt részemre. Őrhaja, Boldogasszony falva, gyönyörű temploma előtt állunk. 12. században keresztes hadak itt mentek keresztül. És hát valószínű, hogy sok utazó lovag időt töltött itt el. És gyönyörűen kifestették a templomot. Szomorú, hogy ilyen elhagyatott állapotban van, de ezek tényleg olyan festmények, amik 1200-1300-as években születtek meg. Nagyon-nagyon kevesen látogatják, pedig komoly értéket képvisel, és érdemes lenne sokkal többet foglalkozni. Persze a szórvány, de a gótikus templomoknak a pillérei ott voltak, kívül vannak, de mégis a templomot azok tartsák össze, és nagyon fontosak. Azokat, ha lebontanák, akkor a templom szétesne. A Kárpát-medencei magyarság fontos, hogy megtegyen mindent tudatosan, hogy a szórvány megmaradjon, és a szórvány által őrzött ilyen templomokat is, kastélyokat, történelmi műemlék, épületeket valamilyen módon a köztudatba be kellene emelni. Dél-erdélyi szerelmeseit biztatom, hogy álljanak meg itt Hátszeg és Petrozsén között, Őrhaja Boldogasszony falvánál. Most ilyen szép futórózsákat fogunk ültetni ezen a virágluguson, amit mi készítettünk a gyerekekkel közösen, hogy felfuttassuk a szép futórózsákat. Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ugye itten Petrozsénben. Ez egy elhagyott épület volt, valamikor a ferences nővérek építették, államosították, de végig nem visszaadták, hanem egyszerűen építettek egy új iskolát, és azt itt hagyták. Végülis az alapítvány elvállalt, ez egy négyszintes, hatalmas épület, tehát rettentő nagy, de én hiszem, hogy itt van annyi magyar gyerek, hogyha összegyűjtsük, akkor megtelik. Istennek legyen hála, van egy fiatal házaspár, Guszti és Andrea, és hát ugye ők fiatalok voltak, amikor ide kerültek, bátran vállalták, és én azt mondom, hogy egy kis tündérkertet hoztak létre itten. Most elültetünk egy rózsát, leszoktuk, egy kicsit vissza kell metszeni a rózsát, de kérlek, fogd ide. Denisza az én segédem máma. Vagyunk 22-en az otthonban, úgyhogy ma ráesett a sor. Amit láttok itt ezen az udvaron, ez teljes mértékben mi és a nagyfiúk, 16-17 éves fiúk, lányok csináltuk, hogy itt a térkövezést elkezdve fű, a fák ültetése, filagória építés. Hát amikor a térkövet raktuk, 600 négyzetméter van itt az udvaron, akkor amit egyik nap, első nap leraktunk, a második nap felszedtük, mert sajnos nem jött ki a számításunk, úgy, ahogy kellett volna. Mehetünk a következőhöz. De aztán második nap összejött a dolog, úgyhogy a végeredményt láthassátok itt.
Ennek a kápolnának is a történetét röviden szívesen elmondom. Az a 30 éves Porsche, pókhálós, minden rajta, tehát vakolat hullott, tető beszakadva, padló nem volt, és hát ugye szedjük rendben. Guszti fiúkkal nekiállt, kitakarították, és egyszer hívtak, hogy jöjjek, nézzem meg, hogy milyen szép. Hogy őszinte legyek, én nagyon meghatódtam, mert ugye végül is, hát Guszti nálunk nőtt fel, és hogy az árva gyerekek Istennek otthont akarnak teremteni, Dél-Erdélybe, Petrozsémbe, de olyan nagyon bátor dolognak tűnt, elkészült a kápolna. Jakubini érsekatyát hívtuk, hogy jöjjön, és hát szentelje fel. Ültem mellette, és potyogtak a könnyeim, mert jó volt látni azt, hogy a semmiből a hosszú évek romhalmazából, hát igen, otthont lehet teremteni. És jelképes a neve is, mert Jézus szentséges szíve. Tudjuk, hogy ezt a szívet átdöfték, nagy pénteken is meghalt, és a legnagyobb csoda az, hogy ez a szív újra él, és nem csak él, hanem újra szeret. Az otthonunkban mi már 8 éve a feleségemmel tevékenykedünk. Nyolcan vagyunk felnőttek, két szakácsnő, nevelőnök, jó magam és a feleségem. Ádi, kérlek szépen hozzá még egy zsák földet, és ide kéne lerakd, jó? Hát a szakácsnő naponta közel 70 személyre főz. Plusz a vendégek, aki örülünk a vendégeknek beállít, mert igazából mi abból tudjuk szépíteni ezt az egészet. Ha valaki ide ellátogat és kap szállást, étkezést, cserébe ő megtámogat minket egy kis adománya, és ezért mi nagyon hálásak is vagyunk, úgyhogy bárkit szeretettel várunk a Zsír völgyébe. Na, végre fent vagyunk a Paring sípálya részen, itt a sípályák közepén vagyunk. Ahogy lássátok, itt nagyon szépen kialakították, és elég sokat befektetett a város. A Dél-Erdély résznek, hát a Retyezátnak talán 2508 méter, úgyhogy Paring a legnagyobb itt a környéken, ahol vagyunk. Mi büszkék is vagyunk erre a szép kis mini csodára. Első évben, amikor ide kerültem, a feleségemnek mondtam, szívem, egy évet valahogy bírjunk, és gyorsan tűnjünk el innen. Aztán 2 éves projekt, utána megterveztük az 5 éves projektünket. Most már 8. évben vagyunk, és azt mondtuk, akkor legalább még 7 év, vagy 15 év, minimum. De szerintem az lesz 30 is. Úgy gondoljuk, hogy minket itt befogadtak, értékelik a munkánkat, és szívesen is csináljuk ezt, amit jelenleg csinálunk. Annak ellenére, hogy átdöfték a erdélyi magyarság szívét, hogy elvették az anyagi javainkat, hogy mondjam, sok nehézségen mentek keresztül az itt élő emberek, én hiszem, hogy ennek ellenére is nekünk a Isten országa, vagy világiasabban mondva a tündérkert, az álmunk. És hisszük azt, hogy minden nehézség ellenére ez elérhető és megvalósítható. És valahogy úgy képzelem el, hogy ilyen kis tündérkert szigetek, Isten országának pici foltjai, ha megjelennének, hát, na, hogy ezek növekednének, talán össze is érnének.